Lenszky Attila vagyok, üdvözlök mindenkit, ez itt egy Traders Time videó, melyben a Signal Service 2021. évének utolsó heti beszámolójáról van szó. Ebben a videóban szépen elemezni fogom, hogy mi is volt múlt héten. Jó, azt mondja, hogy itt sorba állítottam, ez az összes kötés, végül is 344 dolláros pluszban zártuk a hetet, ami amúgy lehetett volna akár sokkal több is, hiszen azért megírtam a csoportban, hogy most itt vagy stop loss, vagy TP lesz, és hát ez így is volt. Nézzük meg, hogy mik történtek, mert aki ugye közben zár, sokkal jobb pozíciókat tudott, sokkal jobb nyereséget tudott tenni, legalább 2000 dollárt. No, azt mondja, hogy első kötés, itt van, erről van szó, arany sell pozíció volt, ez látszik, hogy ezt stop zártam, viszont hogyha megnézzük, akkor átteszem H4-re, itt nyitottam, itt volt a TP a kéknél, látják, megcsinálta a több mint a TP-nek a felét, viszont nem húztam a stopot utána, ami bizonyítja, hogy igenis jó, hogyha az ember utána húzza a stopot legalább nullába, mert nullás lett volna a pozíció, és nem pedig len stoppos. Jó? Azt mondja, hogy euró-japánján, az euró elkezdett erősödni, ahogy megnyitottam a pozíciót, oldalazás volt, level adta a jelet, hogy letöri, és akkor hirtelen elkezdett erősödni az euró szinte mindennel szemben, ezt vitte és a stop nem volt probléma, itt ezt az engulfing gyertyát akartam lekereskedni, amint látják, ez nem mindig jön össze, szóval ezt elvitte a stop. Jó? Azt mondja, ezt a kettő aranykötést, ezt már nem is küldtem senkinek, de aztán az egyiket, a vételt, azt küldtem. Ez is elment pluszba, aztán itt van, tessék, igen, itt nyitottam, elment pluszba, itt volt a TP-je, elment több, mint a TP felé, visszajött, és akkor ezért a mínusz 200, az nem egy nagy durranás. Csak látszik az, hogy elmegy a TP felé, volt egy visszatöltés, és akkor megcsinálta volna a TP-t, csak több levegőt kellett volna neki adni. Hát ez egy ilyen történet. Jó, menjünk tovább, mi volt még itt, ami érdekes, azt mondja, hogy GBP japán yen vétel, feljött, megint TP feléhez, itt behúztam nullába a stoppot, és visszacsorgott, lezárta, aztán megindult föl. Na például, hogyha itt nem húzom föl a stoppot, hanem ott hagytam volna, ez megcsinálta volna a TP-t. Szóval ez egy ambivalens dolog, hogy néha amúgy jó, hogyha hozzuk a stoppot, néha pedig lenne. Itt ennél a példánál azt mutatja, hogy nem jó, hogyha húzom a stoppot, mert hogyha ott hagytam volna, hol volt előtte, akkor bőven megcsinálta volna ezt a hullámzást, és lezárta volna nekem a take profitot, ami innentől nézve amúgy 100 pip volt, szóval bőségesen jobb, mint az a 10 pip, amit lezárt. Jó, menjünk tovább, következő. Kőolaj, vételi pozíció, ez egy ugyanolyan történet volt, amikor nyitás után húztam a stoppot, azt mondja, hogy ez 27-én, igen, erről a pozícióról van szó, kinagyítom, így van, itt nyitottam meg a pozíciót, itt volt a TP-je, kicsit túl magasra tettem, ez látszik, 2 dollárra majdnem, feljött, megcsinálta, itt van, látszik, hogy feljött egészen, bőven több, mint a TP felé, felhúztam a stopomat nullába, és visszajött, és itt lezárta. Szóval például, hogyha itt kézzel azt mondom, hogy lezárom, mert most már 1000-es pluszban vagyok, akkor ismételten jobban jártam volna vele. Szóval ez egy személytől függő dolog. Amikor már bőven TP közébe, vagy TP felé elhagytuk, és az mondjuk egy 1000 dollár van rajta, van, amikor úgy van, hogy érdemes letenni kézzel. Jó, azt mondja, itt van például, ez is egy nagyon érdekes történet, az ezüsttel kapcsolatosan. Itt nyitottuk a sell pozíciót, fél pillanat, azt mondja, hogy igen, itt nyitottuk a sell pozíciót, lejött TP környékére, itt a TP-je, nézzék meg, ez szinte semmi, hát ez spreadnyire van a TP-től, utána megint lejött TP közelébe, és akkor lezártam. Hát hihetetlen, kicsit följebb kellett volna tennem a TP-t, és akkor lezárja. Ez egy ilyen történet volt. Na és amikor ami meg TP-zett, ami lezárt a TP-vel, itt van, kérem szépen, például ez a kőolajos kötés, ezt megnyitottuk, ez egy kőolaj vétel, jó, ezt itt nyitottuk meg, és itt zárta. Teljesen szépen, plusz 1000 dolláros pluszban, a másik pedig az euró török líra volt,
úgy szintén vétel, egy kisebb pozíciót, itt nyitottuk, és így zárta. Gyönyörű szépen megcsinálta a TP-t. Jó? Szóval itt amúgy látszik, hogy ez bőven több, mint $300 kellett volna legyen, főleg, hogyha az ezüstöt, ami volt 500 pluszban, vagy az aranyat, ami 300 pluszban, ahelyett lezártam volna összességében mínusz 600-ba, lezártam volna mondjuk plusz 1000-ben, ami egy nagy különbség. Jó, szóval ezek voltak a múlt heti kötések, ezzel zártuk az évet, bőven elhagytuk a $100,000-os nettó nyereséget a Signal Service-zel, a múlt hetet azt $344 pluszra zártuk, ami 100.000 forint, szóval not bad. A trend legyen velünk, viszont látásra, viszont hallásra.